valamit? Sziasztok! Még. Sziasztok! Még. Sziasztok, sziasztok és sziasztok! Csinyi a fejed. Köszönöm. Tiéd is. Az enyém széna. Nem. Szalma. Forma. Hogy szokták az énekesek? La-la-la-la-la. Beénekelni? Énekelj be, Hanyi. Mutass egyet. Nem, mert bevágom. Nem vágom be. Nem. De hogy szokták? Hát vannak különböző. Hogy? Na jó, elég. Na. Figyelj, kezdtem. Mit? Hogy sziasztok. Hú, melegszik az idő. Uh-huh. Meglepődtem, de ez igen finom. Ez nagyon finom. Hú, ez nagyon zapog. Sziasztok, én Hajni vagyok. Sziasztok, én pedig Szent Zoltán volnék. A mai videónk igazándiból rendhagyó videó, de az is lehet, hogy valaminek a kezdete lesz. Ezt még igazándiból nem is gondoltuk át, hogy lesz-e ilyen hasonló videó még. Engedjétek meg, hogy most egy kis sütést mutassunk be, hogy milyen szászéknál a pogácsa készítés, illetve mi nem is pogácsának mondjuk, hanem ugye most éppen pont sajtos rúdnak, de ez nem az az igazi hagyományos sajtos rúd, hiszen pogácsa recept mondjuk így. Igazándiból sajtos ropogós, mert direkt egy picikét Hajni túlsütötte nekem, mert azért néha szeretjük, mit tudom, egy pohár hideg tejjel, és akkor kicsit így ropog-roppan a sajtos rúd, vagy sajtos ropogós. Hoppá, innen látom, hogy nincs net. Két napja. Na, mindegy. És azt akartuk mondani egyébként, hogy tudjátok, vannak azok az icike-picike ASMR kaja videók, kicsit viccesek, vagy éppen ki van figurázva az ASMR videó. Igazándiból teljesen mindegy, mert a sajátunk, lehet, hogy abból lesz majd még egy-kettő. Egyébként ugyanezen a vonalon indult el ez a kis sajtos rúd, sajtos ropogósnak a megsütése. Elkezdtem összevágni a felvételt, azonban a napokban eszünkbe jutott, hogy egyébként nem mindig tudunk betérni, tehát nem minden nap tudunk venni pékárút, és tudjátok, ha valaki emlékszik rá, azt már megosztottuk veletek, hogy mi beszoktunk tárazni, nyilván nem 10 kilókat veszünk, mondjuk 1-2 kiló kenyeret, vagy 10-20 darab zsemlét, zsömjét, ki hogy mondja, zsömje, mindegy, vagy kis kifli, és leszoktuk ugye fogyasztani. Másnap, ugye, Hajni, ügyesen ki szokta venni a fogyasztóból, délelőtt kiveszi, mondjuk délután is ki lehet venni, ki mikor szeretné fogyasztani, csak rá kell számolni pár órát, szépen kiolvad egymagába, nem kell vele csinálni semmit, és ugyanolyan friss, mint amikor megveszitek. Hogyha valaki esetleg ezt még nem próbálta ki, akkor próbálja ki nyugodtan, mert egyébként tényleg működik. Ezzel én még nagyon fiatalon találkoztam, mikor vendéglátásban dolgoztam. Te is dolgoztál, egyébként Hajni is dolgozott a vendéglátásban, és ő is találkozott ezzel a módszerrel. És milyen érdekes, mivel találkoztunk, és akkor kipróbáltuk, és tényleg működik. Na és az jutott eszünkbe, visszatérve a sajtos ropogóshoz, hogy minden nap nem tudunk venni friss pékárút, és eszünkbe jutott, hogy lehet, hogy kéne, ugye főleg a mai világban, amikor már lassan 1000 forint lesz egy kiló kenyér, mi lenne, hogyha sütnénk kiflit, vagy zsemlét, esetleg valamilyen jó kis kenyeret. Gondolom ehhez kéne egy normális recept, a neten rengeteg van, fogalmunk sincs, hogy melyiket kéne kipróbálni, lehet, hogy egy magunkba majd kipróbáljuk a saját receptünket, de hogyha esetleg nektek van valamilyen kenyér receptetek, akkor nyugodtan osszátok meg a komment szekcióba, szívesen elolvasnánk, igen, és akkor lehet, hogy ki is próbálnánk. Így van. És ugye azt nem tudom, de azt hiszem egyik videóban elmondtuk, hogy hát amikor mi összekerültünk, én nem igazán tudtam sütni. Hát igen. Úgyhogy ez egy olyan recept, amit Zoli hozott mondjuk így, ő is itt a mamától, Angi mamától hallotta, hogy
hogy mi legyen benne, és akkor mi próbáltuk így együtt elkészíteni, és azóta végül is ugyanezt a receptet használjuk. Lehet, hogy vannak másfajta receptek is. Biztos. Mi ezt használjuk, és igazándiból ez egy olyan, mondjuk azt univerzális recept, hogy ha nem teszel bele annyi sót, akkor akár egy másfajta kelt tésztának is tudod azt a tészta alapot használni. Ezt ugye mi is sokszor használjuk, akár kakaós csiának, ilyen-olyan másfajta süteményeknek, de amikor kicsit több benne a só, akkor pedig ezt a pogácsa feelinget, vonalat sütjük belőle. Igazándiból semmi extra, és tényleg ugye ezt nekem Zoli megmutatta, ugye azt elmondtam nektek az elején, hogy még azt sem tudtam, hogy az élesztőt nem a forró tejbe kell belerakni. Ott érontottam el egyébként, ugye visszatérve Angi mamához, tehát mi úgy nőttünk fel, hogy általában Angi mama keltésztákat sütött. Sósat, édeset, habos-babos süteményeket nem igazán sütött, bár most, hogy öregszik, hát mondjuk most kinyírt, nem öregszik, hanem korosodik, így még jobb. Hogy kell mondani? Idő előre haladtával egyre tapasztaltabb lesz, így elkezdek most már habos-babos süteményeket is sütni, de egyébként a gyerekkorunkban úgy nőttünk fel, hogy mondjuk mindig a burgonyás pogácsát, vagy éppen a sajtos utat cipeltük egész nap. Jó, és elkanyarodtam, mit akartam ezzel mondani? A recept. Ja, igen, bocsánat, köszönöm, a recept. Akkor ugye elmondtam Hajninak, hogy akkor mi a recept, és én rontottam el, én úgy nem tudom, miért emlékeztem rá, hogy forró tejbe kell az élesztőt beletenni, hát nem, így kőkemény lett a tészta. Igen. És akkor ugye aznap felhívtuk Angi mamát, feljött Győző papával, és akkor megmutatták, hogy akkor mégis hogyan kell csinálni, és akkor hogyan kell az élesztőt. Hát igazándiból csak ugye langyos tejbe tesszük igen, bele. Új ugye. Meleg. Így van. Új meleg, így mondják, igen, új langyos igen. Tejbe. Így van. Úgyhogy végül sikerült, és azóta is ezt a receptet használjuk. Ugye hát attól függ, hogy fél kiló liszttel vagy kiló liszttel. Azt hiszem, hogy most mi ebbe csak fél kilót használtunk. Akkor mondjuk úgy jó, hogy akkor legyen a fél kiló liszthez teszünk bele fél margarint, amit ugye így bele zsúrmázunk mindjárt az elején, megsózzuk ezt így egy picit, átforgatjuk, ugye közben az élesztőnket felfuttattuk tejbe és egy kanál cukorral. Ezt tesszük össze tojással, és igazándiból ennyi, ami ebbe a receptbe belemegy. Mi a sajtos rúdnál, illetve a sajtos pogácsánál sem teszünk bele a tésztába sajtot. Ezt van, aki ugye beleteszi, igen. Mi a tetejére szoktuk. Így van, így van. És akkor ugye szépen, amikor ezt összedolgozzuk, ugye ezt is apa megmutatta, hogy hogyan kell gyúrni, mi ennek a technikája, mert apa az értette ez a gyúráshoz, mert ugye a vendéglátásban, igen, meg ugye amikor vendéglátásban is dolgozott, ő ezt már használta, ezt a technikát. Úgyhogy akkor így szépen összedolgozzuk, hagyjuk szépen megkelni ezt a tésztát, és utána, itt azt hiszem mi lehet, hogy a videóban egy picit hibáztunk is, igaz? Mert ugye mikor kinyújtjuk, akkor beszoktuk vagdosni. Jöjjön. És azt hiszem lehet, hogy le... Tehát annyira koncentráltunk, hogy hogyan, miképp. De ha nem történt meg a bevagdosás, semmi baj. Az égvilágon nem történik semmi. Igen. Ugyanolyan jó lesz, ugyanolyan finom lesz, nyilván kicsikét más lesz a formája. Persze azt mondják, hogy ennek technikai háttere van a vagdosásnak, igazándiból mind a kettő ugyanolyan finomra sikerül. Így van. Úgyhogy... ugyanúgy felfog. Emelkedni, igen. Így van a sütés közben. Úgyhogy most azt hiszem ez lehet, hogy lemarad, de hát ugye lehet ezt, amikor szépen itt be van kockázva a teteje, és ugye ki hogy szereti karika formára, hosszúkásra, kinek mi éppen pont az ő szeretete, vagy hogyan kell mondani, ízlése, bocsánat. Spongyabob, ugye szeretet kell hozzá főzéshez. Az biztos, az biztos. Meglepődtem, de ez igen finom. Az
Nagyon finom. Hú, ez nagyon zapog. Nyami, sajtos rúd. Forró. Jó étvágyat! Mi is szoktuk váltogatni, ugye Néla is éppen pont miben szeretett volna ténykedni. Megmondjuk őszintén, nekünk nincs itthon pogácsa szaggatónk se, tehát pohárral szoktuk szaggatni a pogácsát. Jó, ugye valamikor kisebben, nagyobban, és hát így, ahogy akkor, amekkora sikeredik, és ugye hát Nila az azért mindig szokott, ő neki voltak kis formái, ő azért külön is mindig szokott apának sütni különböző meglepiket. És szerette ugye a frissen leszelt sajtot, elcsendelt. Ja, igen, igen, pont itt a, hát ugye ez mondjuk úgy, hogy szó nélküli videó, amit felvettél, de ott is megjegyeztük, hogy hát igen, most megvan az összes sajt, amit lereszelünk. Igen, de hát így is hárman sütöttünk, ezt is, amit láttok itt a videó közben. És ugye amikor elkészítitek azt, hogy ti milyen formára szeretnétek ezt a pogácsát vagy sajtos rudat, ugye utána le kell kenni tojással, mi nem csak sárgával kenjük le, hanem egy egész tojást ugye felvelünk, és akkor szépen megkenjük a tetejét, és úgy rá a sajtot, és mindig sütőpapírt használunk igazán, igazából, hogyha bármit sütünk. Vagy ugye a régi módszer, ki lehet vajazni, zsírozni, nem zsír, nem, vagy vaj, azzal teljesen lehet, mindegy. Azzal is lehet, igen. Uh-huh. Lehet, ugye így akkor nem
ragad le, mert hát megmondjuk őszintén, hogy nem mindig sikeredik az a sajt a tetejére, ugye, és akkor hát ne égjen le a tepsibe. Na, megszorult a levegő, vagy főleg ugye, hogyha valamilyen édes tésztát, ja, sütünk, kakaós csiga, lekváros bukta, túlósíti, bármi egyéb, akkor ugye a cukor ugye kifolyik, és akkor az ugye odaég, oda karamellizálódik, vagy túlég, akkor viszont tényleg leszokott ragadni. És apropó, nekem eszembe jutott, hogy a kiskoromban ugye néha ugye elcsende a sajtot, mi viszont nem tudom, lehet, hogy vannak köztetek is olyanok. Én emlékszem, gyermekkoromban az élesztőből csíptem le mindig egy picikét. Te meg tudtad enni az élesztőt? Nem? Én viszont igen. De csak egy picikét a nyelvemre. Na, akkor most már ezt is tudjuk, hogy apa miket csinált. És valami eszembe jutott még, egy olyan kérdés, hogy nyilván most már a mai sütők ugye légkeverésesek. Viszont ezeket ki lehet kapcsolni. Ti hogyan szoktátok csinálni? Megy az állandó légkeverés sütés közbe, vagy azt inkább lekapcsoljátok? Mert mi egyébként észrevettük, hogyha megy a légkeverés, és tehát azonos tészta, azonos időtartam alatt olyan, mintha egy picikét kiszáradna. Ugye? Így vettük észre. Tehát lehet, hogy olyankor, hogyha vannak olyanok, akik leszokták kapcsolni, nagyon szívesen fogadnák kommentbe, hogy ti hogyan szoktátok ezt elkészíteni, hogy menjen az a bizonyos légkeverés, vagy ne menjen. De egyébként az alsó-felső sütést azt mindig használjuk, akkor elvileg egyenletesebb. Igen, ugye nekünk nem maga a gáz tűzhelynek a sütője, amit használunk, hanem mi kaptunk apától külön egy ilyen elektromos sütőt, amit mi használunk, de nincs vele semmi problémánk, jól működik, tényleg szép benne minden. Ugye itt, amikor apa rendelte, mondta, hogy hát írtak ilyen véleményeket róla, hogy hát félúton át kell fordítani, de hát mondtuk, hogy szerintünk ez normális, tehát mindig azért félúton, fél, vagy fél időben, sütés közben, azért szerintem ti is úgy vagytok, hogy átfordítjátok az ilyen. Ez egyfajta berögződés, hogy meg kell forgatni a tepsit, hogy egyenletesen süljön, mert hogy nem egyenletes a sütés. Ugye régen azért nem voltak olyan modern sütők, emlékszem, édesanyám is mindig figyelte. Nem biztos, hogy ablakon keresztül tudtuk figyelni, hogy hogyan nem sül a tészta, hanem mindig ki kellett nyitni. De vannak olyan praktikák is, hogy oda tesznek egy gyufaszálat, és úgy csukják be az ajtót, mondván, hogy így még egyenletesebb lesz, azt hiszem erre mondják. Nem biztos, lehet, hogy hülyeséget mondtam. Szóval vannak ilyen bizonyos berögződések, szerintem pont azért van alsó-felső és légkeverés funkció, hogy nem kell azt nyitogatni. Sőt, ugyanis minél többször kinyitjuk a sütőt, ugye hát, annál igen, több hő távozik el, és akkor újra föl kell azt melegíteni. Igen, de azt hiszem, azt mondtam a ma, hogy ha piskótát sütünk, akkor piskótánál viszont nem szabad kinyitni, mert akkor... Ó, lehet, hogy a piskótánál olvastuk egyszer azt, igen, hogy ott van a gyufaszál. Amikor a vége is, hogy úgy hűljön ki, hogy ne essen össze. Na mindegy, akkor ez már egy másik sütési technika. És hát azt hiszem, hogy majd látni fogjátok itt a végeredményt, hogy milyen is lett a mi kis sajtos ropogósunk. Tényleg mi mind a hárman ezt nagyon szeretjük, és hát szerettük volna veletek is ezt megosztani, és ahogy itt már a videó elején is mondtuk, szeretnénk, hogyha ti is írnátok nekünk olyan receptet, amivel szerintem elég sokan szembesülünk itt az áremelkedések során, hogy hogyan tudnánk egy picit spórolni különböző dolgokon. Ezzel egyáltalán tényleg valóban lehet spórolni, ugyanis mennyibe kerül mondjuk a sütőmargarin, a liszt, az élesztő, akkor ugye az energia, stb. Nem biztos, hogy olcsóbban jön ki, nem tudom, viszont nyilván házi, tudom, hogy mi kerül bele, tudom, hogy ki csinálja, tiszta kézzel van, szeretettel van megcsinálva, és így valószínűleg finomabb lesz. Nem tudom, de tényleg olcsóbb lehet így. Azt hiszem, egyszer már itt számolgattuk, és talán azért olcsóbb, igen, mert azért elég nagy adag jön azért ki egy ilyen sütés alkalmából. Jó. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy szerintem igen, lehet vele spórolni. És most innen látom a rútert, visszajött a net. Két napja össze-vissza van internet. Hát igen. Egyébként tudjátok, mi az érdekes, ezt megemlítsem gyorsan. Nyugodtan.
Facebook és YouTube van. Tehát az működik minden más, hogyha másik oldalra akarsz fellépni, egy filmletöltő, vagy valamilyen olyan oldal, amit szokott az ember használni, azt nem hozza be. Egyébként a szolgáltatót nem lehet elérni, egyfolytában azt akarja, hogy hagyj üzenetet, és majd visszahívnak, és be is mondják központilag, hogy hiba, kiesés tapasztalható. Na mindegy. Igen. Most már ezt is megosztottuk veletek. Nem tudjuk, hogy ebből mennyire csinálunk rendszer, tehát mennyire lesznek még ilyen kis sütős, főzős videók. Lehet, hogy ebbe az irányba is, illetve ezt is megpróbáljuk. Nem egyszerű, tehát igen. Hogyha egy YouTube csatornát mozgatni szeretnénk, természetesen vannak különböző témák, de az külön idő, energia, befektetés. Mi igazándiból úgy vagyunk vele, hogy ugye csináljuk a kis videóinkat, és amit úgy gondolunk, hogy igen, érdemes megosztani, és amit úgymond szívesen fogadtok, akkor azt valószínűleg meg is fogjuk csinálni. Igen. Így egyelőre, vagyis előre nem tudjuk 100%-osan, hogy mit, hogyan, merre, de azért szeretnénk igyekezni, hogy azért nyilván valamilyen módon színes legyen ez a csatorna. Így van. Hát reméljük, hogy azért ez az újfajta videó is elnyerte a tetszéseteket. Természetesen mindig most is várjuk a hozzászólásaitokat, kommentjeiteket és receptjeiteket. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok! Én Hajni voltam. Én pedig Szent Zoltán. Ha gondoljátok, iratkozzatok fel, nyomjátok egy lájkot. Nyomjátok be a csengőt is, azon belül is az összes szócskát, hogy ne maradjatok le egy videónkról sem. Legyen további szép, kellemes napotok. Sziasztok! Sziasztok! Ropogó.